Vontad már meg a szexet a párodtól azért, mert veszekedtetek? Hát akkor a legjobb. Zseni. Imádom. Imádom, igen, én is. És Pamela meg Balázs, mondja, de Dina. Van a békülős szex. Van, igen. Az más, az más. Mint a Mr. és Mrs. Los Angeles, a Julie meg a Brad Pitt szétlőttek egymást, de utána. Igen, tehát, hogy ez bünti tud lenni nálunk. Bár nem vagyunk hisztisek, de... Hát ezzel magadat is bünteted valamilyen szinten. Hát most az nem büntetés, meg hát össze vagytok veszve, jó, lemegy a sztori, aztán sértődj meg továbbra, de hogy... Nálunk furcsa, mert a Csuti az, aki mond valamit, és akkor nem tudom, elmegyek, most csak mondok egy példát, és mire visszamegyek, addigra azt gondolja, hogy ez így meg se történt. És bennem meg ott van, mert nekem meg meg kell beszélnem, igen. És ő meg, jaj, hagyjuk már, ez mikor volt, már mondom, ne vicce, fél órája. És annyiba csatlakozik, hogy ez nem is megvonás igazából. Magadtól vonod meg tulajdonképpen, mert egyébként tennéd, de lelkileg... Lelkileg nem tartod. Az igazi veszekedés. Igen, tehát mert nem vagy ott, hogy jó, oké, most csak azért, hogy legyen valami, akkor... Igen, de ez más, amit te mondasz, mert ilyen például volt nekem. Tehát, hogy most én büntiből olyan nem volt, hogy de ha például egy vita után, hogy hát, lelkileg... Vékony a határ. Igen, de hogyha lelkileg, akkor azért nem fogok belemenni a sztoriba, ha egyszer nem érzem úgy, hogy most én erre lelkileg kész vagyok. Vagy arra tudok koncentrálni, vagy összpontosítani, tehát akkor semmi értelme. Persze. Csak azért, hogy most valami legyen. Azt úgy nem.